Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe. Átveheti-e a Tenu a Warframe-et helyét? Természetesen ez egy kicsit azért költői kérdés, de írtak nekem Facebookon, hogy csinálnék egy videót a Tenóval való harcolásról. És ennek kapcsán is, hogy hogy látom ennek a jövőjét a Warframe-ben, úgyhogy egy kicsit beszélgessünk erről. Viszont el kell, hogy mondjam nektek, egy kisebb szabadságot veszek ki, úgyhogy egy darabig nem fogtok videókat látni. Nyaralok. Konkrétan nyaralok, úgyhogy viszont van egy megbízatásom számotokra, amíg oda vagyok. Srácok, szerezzétek meg a Ludoplexet, jó? Szerezzétek meg a Ludoplexet. Van róla videóm, hogy hogy kell megszerezni a Ludoplexet. Szerezzétek meg, mert ha visszajövök, én az első adandó alkalommal, amint livestream lesz, kihívlak titeket egy Ludoplex meccsre, de erről már beszéltem egyszer, ugye? De igen, szeretnék ellenetek Ludoplexben nyomulni, Warframe-ben, úgyhogy kihívlak titeket, szerezzétek meg a Ludoplexet. Lesz rá egy jó hetetek, amíg oda vagyok, addig simán össze lehet szedni azt az 50 ezer pontot rá, és ja, szerezzétek meg, mert toljuk együtt. Na, ez van. Szóval, térjünk rá a tenózásra. Ugye egy jó ideig kijöttek a tenók, és hogyha úgy nézzük elméletben, ugye Warframe lore történet szerint, bár a tenók igen törékenyek, mivel hogy gyerekek, vagy felnőtt kor felé haladók gyerekek, törékenyek testre, de viszont kurva erősek, mivel hogy a void energiájával bírnak, és irányítani, fókuszálni tudják emezen energiát, és ugye a Warframe-ek segítsége által különböző képességekké tudják mindezt alakítani. Ebből adódóan az igazi erő ugye náluk van, szóval elméletben, papíron a tenók nagyon erős harcosok. Vagy legalábbis annak kellene lenniük, de amint megjelentek a tenók, számomra egy ilyen kicsit nyápic vagyok beütésük van, meg amúgy is ott ülnek egy űrhajóban, és csak így, hát nem is tudom, egy afféle hologram féleséget vetítenek ki magukból, mert önmagukat biztos, hogy nem vetítik ki oda teljes hús valójukban, mert akkor instant halál lennének már ugye az Eidolon harcolás ellen instant halálba fulladná, hogyha teljes úr, úgyhogy egy kicsit ilyen nyápicok, de persze, hogyha az embernek már van egy Warframe-je, akkor használja, ez olyan már, ugye, hogyha van egy fasz a BMW-m, akkor már azzal dicsekszem, szóval ez már csak így van a tenók esetében is, viszont ugye megkapták a lehetőséget, hogy jobban részt vegyenek a harcokban. Hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy mi a Digital Extreme terve, hogy mit csináljanak a tenókkal, viszont abban biztos vagyok, hogyha túl nagy hatalmat adnak a tenóknak, mondjuk például, hogyha elkezdjük modolni az ampokat, vagy jobban boostolni az életet, vagy netán modolni magukat a tenókat, még a korlátozott mozgás kultúrájuk ellenére is túl erősek válhatnak, és ez a túl erősség megbontaná a játéknak azon részét, hogy használjunk Warframe-eket. Nem azt mondom, hogy nem egy jó dolog, hogy most ennyire erősek, mint amennyire erősek, hiszen például egy full, ha azt nézem, egy full Eidolon harcon tök jó helyt állunk vele, és nélkülözhetetlenek, ugye, és ahhoz képest tök jó damage-et tudnak leosztani, viszont egy normál játékban, egy Survivoron, Defense-en vagy akármin, egy bizonyos szint után már képtelenek bármi értelmeset alkotni, hogyha arra kerül sor, hogy lőni kelljen az ampokkal, bár erősek az ampok, és általánosan nézve az ampok annyit sebeznek, mint egy, nem tudom, egy Soma Prime, szóval, hogyha megnézitek az ampokat golyonként, amit kilőtök, golyonként valahol a Soma Prime 1000 per golyó, tehát Soma Prime itt nagyjából, átlagosan véve, egy 1000-es sebez golyónként, és van benne 200 golyó, szóval azért olyan kurva OP, és nagyon gyorsan is lő. Bár az ampok nem lőnek gyorsan, de nagyjából ennyit sebeznek, sőt, némelyik még többet is ennél, ugye a különböző shotgun-szerű ampok még többet is tudnak ennél sebezni. A probléma ugye maga a tenó álló képességével van, hogy nem bírja ki az ellenfél lövését, ezért nem tudja befejezni az ampal való gyilkosságot,
gyilkolást, és ez így rendjén is van, szóval ne legyenek túl OP-k a tenók ezen a téren, mert akkor nagyon egyszerű dolgunk lenne velük ebből a szempontból. Mondok egy példát, ott van például a Necros, sokszor így is csinálom ezt a dolgot, a Necros, bekapcsolom a hármas képességét, és akkor tenóval intézem a dolgokat, a Warframe halhatatlan, folyamatosan farmol, és a tenóval meg körbe-körbe lövöldözök mindenkit, ameddig csak tudok, amíg el nem érem azt a szintet, hogy megkénytelen leszek a Warframe-et használni. Na viszont, hogyha ez tovább is lehetne húzni, hogy magas szinteken is helyt lehet állni a tenóval, az már nagyon kibillenteni az egyensúlyba, és azt hiszem, hogy ezzel a Digital Extreme is tökéletesen tisztában van, ezért nem fogják, én úgy gondolom, ezért nem fogják tovább tolni a tenónak ezen módú harcolását. Viszont, van itt egy tényező, ami a tenókat az level OP-ra emeli a legmagasabb szinteken, akár endgame-ben is, hogyha egy ügyes játékos vagy. És az meddig maguk a fókusziskolák és azon képességek. Szóval mi történik az endgame-ben magas szinteken a Warframe-nél? Az enemik elkezdenek nagyot sebezni, az enemik éppen majdhogy nem halhatatlanok lesznek, kurva sok golyó és kardozás kell ahhoz, hogy le tud őket ölni. És íme itt jön képbe a tenó az endgame-ben. Kétféle, ha szólóban vagy, természetesen egy kicsit macerább. De a fókusz iskoláknak a képességei, hogyha ki vannak maxolva, főleg a passzív képességei, de némelyik aktív képesség is, olyan szintű tömegszabályozást, illetve apró bónuszokat adnak, mint például extra elementál sebzés, extra fizikai sebzés, mit tudom én, tömegkontroll, például az, ugye a Zenoriknak a tömegösszehúzó képessége, akkor a Madurai-nak talán, amikor átdeselsz rajta, megnyitja őket finisherre, nem tudom mindegyik képességet pontosan, de olyan képességeik vannak, ugye Unairu fel tud éleszteni, és a többi, amik megboostolják a Warframe-edet. És ez a tenónak ezen képességei, ami OP-vá teszik. Szóval a tenóval való harcolás igen lehetséges. A legjobb, ha csoportban vagytok. Jártam egy játékban, Oberonnal voltam, de úgy döntöttem, hogy csapatom, láttam, hogy nagyon farmalós volt, Necros a korba szájba, ez Uranus Ophelián történt, én voltam az egyetlen damage-es, és ott volt még három Necros rajtam kívül, mennyország volt lootokból, és azt csináltam, hogy ott hagytam az Oberonomat, és kimentem konkrétan tenóval, mert kezdtek kifogyni a srácok a damage-ből, akivel leváltam, tehát így kezdtem észrevenni, estek keltek egy adott ponton. Kimentem, és only tenóval, Zenurikkal kihúzott képessége, ugye összehúztam az enemiket egy csoportba, hogy ne tudjanak rájuk lőni. Továbbá ugye az aktív képesség az volt, hogyha dash-elek, akkor megrázza az enemit az áram, és ez ugye abba hagyták emiatt a lövés, szóval meg volt egy tömegkontroll teljes mértékben, és csak annyi dolguk volt a többieknek, hogy bim-bim-bim, lelőjék őket abba a csomópontba, ahol a tenóval összehúztam, és mikor már egy óra fölött jártam, ez hihetetlenül nagy segítség volt az egész csapatnak, hogy a tenóval ilyen szinten helyt lehetett állni. Szóval, ha így mondom, hogyha tenóval szeretnél harcolni a Warframe-ben, és úgy gondolom, hogy ez már egy kritikus pontja a Warframe-nek, az új generáció az a tenóval is fog harcolni, akkor azt mondom, hogy egy ilyen egyensúly van az egészben. Ampokat és lövést fogsz használni, amíg el nem éred a max 30-as, 35-ös szintet az enemiknél, akkor kényelmesen lövöldözhetsz mindenkit, megrázhatod őket az árammal, vagy bármelyik aktív képességgel, amelyik iskolánál, fókusziskolánál vagy, működni fog, belehalnak, kurva élvezetes az egész, stb. De azon szintek fölött már a passzív képességnek fognak életben lépni, és a tenóval kibeugrálni fogsz a Warframe-edből is úgy használni a passzív képességeket, hogy a Warframe-edet boostol meg. Hogy úgy gondolom, ez a jövője a tenóval való harcolásnak. Ez az, ami néz, és ez az, amit az új játékosok meg fognak tanulni, a veteránok meg hát alkalmazkodnak, hogyha akarnak, de mindenképp úgy gondolom, hogy egy bónusz,
az egészre rámenve, és egy tök jó dolog, és egy tök jutalmazó dolog, hogyha egy megfelelő balanszal tudsz játszani a tenó és a warframe-ed között. Tehát sokszor meg tudod menteni a warframe-edet egyenesen a haláltól, hogy még az utolsó pillanatban kideselsz, és hogyha van az a tenódban egy árkén, ami visszatölti a warframe-ed életét, és a többi. Ha netán lesznek több umbra warframe-ék, nem csak egy jelenleg, akkor egyszerűen durva lesz. Hát gondoljátok végig csak egy ember umbra változatba. Hát ez milyen OP lenne már? Vagy nem is tudom, egy kroma, vagy valami, ami OPS fák, vagy crowd controller rendelkezik. És, tehát eleve az Umbra Excaliburral kurva jól lehet harcolni már tenóként, és szerintem ez kurva jó dolog. És nagyon ott van. A Necrosnál az az egyszerűség, hogy bekapcsolom a hármast, és a tenóval darálok alacsony szinteken, kurva jól megegyszerűsíti a dolgokat, és nagyon, nagyon jóvá teszi a dolgokat. Az ember, hogyha bekapcsolom a ultiát, és úgy hagyom, az is kurva jó érzés. Szóval egy tényleg egy jó balanthatá, van jövője, de nem lehet túl OP. Nem lehet túl OP. Hogyha endgame-re kerül a sor, így tökéletes, hogy megvannak a passzívok, és azok boostolják a warframe-edet, a fegyvereidet, a játékodat, és alacsony szinteken pedig, hát még jó, hogy kinyírja a mobokat. Aztán ott lesznek ezek az endgame féleségek, mint az Eidolon, ahol tökéletesen megtalálták a szerepet, hogy egy tenót is bele tudják vonni az egész a harcba. De amint látjátok, az Eidolonoknál is passzív képességek, amik dominálnak, ugye, és egy-két aktív képesség, mint az Unai Lens, tehát így be kell kasszolni, de azért nagyjából a passzív képességeknek nagy szerepe van ott is, szóval ja, így lett volna, ez lett volna, most már többet nem beszélek róla. Srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, írjátok le a véleményetek, te szoktál-e harcolni tenóval, és hogy szoktad csinálni? Ja, a Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni nyugodtan, klámba lehet csatlakozni nyugodtan, a link a videó leírásában a jelentkezéshez. Kérdéseket, kommenteket várom videó leírásában, vagy Facebookon, ahol tetszik, de ne feledjetek, Szabin leszek, úgyhogy nem hiszem, hogy fogok válaszolni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Tudják volna.